Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai videómnak azt a címet adtam, hogy az áldozati mintából hogyan lehet kijönni. Ugye gyakran vagyunk áldozatok. Mitől leszünk áldozatok? Hogy többet adunk magunkból, mint amennyit szabadna, mint amennyit megengedhetünk magunknak, hogy adjunk. Ez azt jelenti, hogy nem a központunkban állunk, hanem azért, hogy szeressenek bennünket, vagy elfogadjanak bennünket, vagy jó színben tűnjünk fel, anyagi haszonért, tényleg bármiért, de lemondunk magunkról, lemondunk a saját belső véleményünkről, a saját gondolatainkról, érzéseinkről leginkább, és ahhoz igazodunk, ami a külvilágban történik. Nem tanítottak meg rá gyerekkorunkban arra, hogy csak arra figyelünk, hogy mit érzünk, mi az, amit érzünk, és hogy amellett tartsunk ki, hanem szabályrendszerekben tanultunk megélni, és hát ezekben a szabályrendszerekben sajnos le kellett magunkról mondani, hogy beilleszkedni tudjunk a társadalomba és egyéb közösségekbe. Sokszor és nagyon gyakran azt gondolom, hogy túl sok mindent kellett magunkról levágni, hogy be tudjunk illeszkedni, de ez visszaépíthető. Tehát visszaépíthető az, hogy önmagunk legyünk, megismerjük önmagunkat. Tehát visszatérve, nagyon sokszor érezhetjük azt, hogy áldozat szerepben vagyunk, mert nem ezt beszéltük meg, mert hogy lehet ő ilyen, a másik miért csinálja ezt, és én azt gondoltam, hogy más fog csinálni, más fog mondani, de nem így történik, hiszen ő egy egészen más minőségből van jelen, mint amit mi gondolunk, és leginkább abban fog nekünk segíteni ezzel, hogy megmutassa, hogy milyen árnyék részünk, vagy milyen helyzetben mondunk még mi le magunkról. Hogyha csak azzal foglalkozunk, hogy a másik milyen, akkor nem fogunk ezekből az áldozati mintákból kijutni. No, de aki a tudatosság útján jár, az tartson velem, és menjünk együtt ezen az úton. Ugye, hogyha már egyszer áldozatok vagyunk, mert hogy mindannyian vagyunk áldozatok, akkor legalább ezt a helyzetet felhasználjuk arra, hogy előbbre vigyen bennünket, és a visszahúzó gondolatok helyett előre haladjunk, és üzemanyagként használjuk fel a helyzetet. Most, mint ahogy az első lapkombináció is mutatja, ugye az áldozat szót húztam, és egy lépcsőt, ami fölfelé vezet, és ott egy ajtó, ami már nyitva van, és várja, hogy belépjünk rajta. Eldönthetem, hogy én áldozat maradok, és mindenkinek azon panaszkodok, hogy milyen nehéz nekem, mert hogy ez meg az történt velem, és hogy igazságtalan a szomszéd, a párom, a gyermekem, bárki, a munkatársam, vagy azt mondom, hogy mentálisan erősítem magam, meditálok, keresem azt, hogy kinél és hol voltak ezek a források, és napról napra egyre jobban tisztítom magam, és csak azzal foglalkozom, hogy mentálisan menjek előre, és haladjak előre. Természetesen nem úgy, hogy másokat átgázolok, hanem a saját utamra figyelve, szeliden, de haladok előre az utazásom során. A hitkártyában látszik, hogy itt többen is vannak ezen a kártyán, és arra bíztatnak bennünk, hogy keressük meg saját magunkban a kincseket, saját magunkban az értékeket, és a szellemi vezetőnkkel kapcsolódva egyszerűen bíznunk kell önmagunkban, saját magunkban, nem másban, hanem önmagunkban kell bízni, hogy az áldozati visszavonulós minta helyett, amiben ugye passzív agresszió van jelen, ahelyett előbbre lépünk egyet. Előbbre lépünk mindig abban a helyzetben, amikor a legnehezebb. Én magam is egyébként így jöttem ki az áldozati mintából, hogy tudtam, hogy most azt érzem, és az van bennem, hogy én egy áldozat vagyok, de akkor is előbbre léptem, hálás voltam, nagyon megköszöntem mindig a lehetőséget, akkor is, hogyha az eleinte ez még nehezemre esett, de aztán idővel ez teljesen átfordult, és most már nem áldozatként élem meg magam, hanem azt mondom, hogy köszönöm, hogy megmutattad, hogy hol van még nekem azzal a dolgom, hogy lemondok önmagamról. Tehát ez a hit, hogy
hiszek magamban, hiszek a másikban, bízom a kapcsolatunkban, és előbbre lépek. Lehet, hogy most nem úgy cselekedett, ami nekem az jó volt, de lehet, hogy ez a minta még örökölt, családi minta, és már anyukám is így csinálta, de én szeretnék belőle kijönni. Úgyhogy lépek előre egy lépést, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, de bízva a helyzetbe és önmagamban, megtalálva a kincseimet, lépek egyet előre. Ugye ezt mutatja a kelyhek lovagja is, aki, mint látjuk, a kelyhek az mindig az érzések felé vezet, és az egyszarvú is, ugye a tökéletességről, arról szól, hogy minden rendben van, és hogy tisztasságot képviselve halad az útján ez az unikorn is, és aztán talál egy lovast, ezt a kelyhek lovagját, aki meg tudja lovagolni ezt a tiszta vizek felé evező és haladó unikornist, és együtt fognak tovább haladni az érzések mentén. Tehát ez is jelzi nekünk, hogyha benne vagyunk az áldozati mintában és a gondtámadó gondolatainkban, akkor nem fogunk kijutni ezekből a szerepekből, ezekből a mintákból, a szeretet, a tisztaság mentén, újra és újra előrelépve hinni, bízni önmagunkban, a másikban, változás fog generálódni, és hogy az utolsó arc is mutatja, ami számomra egy ilyen egyek vagyunk, és örülök, hogy itt vagy velem, arckifejezést jelent, és lehet, hogy nem fogunk együtt menni az úton, de én nagyon hálás vagyok, hogy megmutattad nekem, hogy bennem még hol vannak áldozati minták, hol mondok le magamról, és én újra teljesebbé váltam általad, újra megtaláltam általad magam, úgyhogy hálás vagyok érted, bízom, hogy együtt tudunk haladni, de ha nem, az is rendben van. Ezeknek a lapoknak most ez volt a jelentése, és ennek az áldozati mintának is, amit nekünk nőknek pláne, és nagyon-nagyon erősen el kell most már hagyni, hiszen sehova nem vezetnek, hiszen emögött mind passzív agresszió van, és tudom, hogy nőknél gyakran elterjedt az, hogy olyan rendes, olyan kedves, olyan alázatos, és hogy lehet ilyen párja, társa, barátja és egyebek, de ő folyamatosan csak panaszkodik, vagy ha nem is panaszkodik, de látod rajta, hogy egy áldozati mintában van, a szegény így játszva van benne. Na most ez nem fog vezetni jó kapcsolatokhoz. Egy nő erőből legyen jelen, befogadó lágy minőségből, de a férfi nem tud hozzá kapcsolódni, hogyha nem erős, és az erő az azért kell, hogy önmagát tartsa, önmagát egy olyan energiamezőhöz tudja kapcsolni, ami nem függ senkitől és semmitől. Tehát nem függ a férfitól az ő minősége, az ő királyi minősége, egyszerűen csak egy teljesen felfelé törekvő, mármint a tudatosság felé, a tisztaság, az egység, a szeretet felé törekvő minőség, ami nem borul meg akkor sem, hogyha mellette problémák keletkeznek, hiszen tudja, hogy nem egy másik embertől függ ő, az ő boldogsága, az ő mindennapi jó léte és jó kedve, hanem egy felsőbb irányítástól, egy felsőbb akarattól így tud egy nő odaadóvá válni, és az áldozati mintát elhagyva egy nagyon-nagyon erős és ugyanakkor mégis befogadó minőséget tud képviselni. Ehhez kívánok nektek jó munkát, kitartást, és kívánom azt, hogy minél gyorsabban tudjatok kijönni ebből az áldozati mintából, mert nagyon-nagyon érdemes, és nagyon-nagyon érdemes belállni a saját erőnkbe abba, hogy jól legyünk, boldogok legyünk. Mindenkinek kívánok csodás napot, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!